Húsvétkor mindig igyekszem a húsvéti gyertyáim mintájánál az örömöt szimbolizálni, hogy rajta legyen a húsvéti öröm, ez az igazi átható fényesség, aminek ilyenkor örülhetünk húsvétkor. Nagyon nehéz minden évben valami újdonsággal előrukkolni. Nyilván a kereszt az mindig rajta van a gyertyán, illetve az alfa és az omega. Tavalyi gyertyára egy kettényűt keresztet készítettem, aminek az egyik oldala virágba és levélbe borult, hogy az életet szimbolizálja számunkra, hogy Krisztus igenis legyőzte a halált, és ennek örüljünk húsvét ünnepén, hogy ezt az ajándékot megkaphattuk. Gyerekkorom óta nagyon szeretek kézműveskedni, és ez egy ilyen teljesen véletlen folytán alakult, hogy én elkezdtem gyertyát díszíteni. Még Bobán Esperes asszonnyal nézegettük a húsvéti gyertyákat, és úgy jött, hogy mi lenne, ha magunk készítenénk. És aztán addig-addig bátorkodtunk, amíg én mondtam, hogy hát én szívesen kipróbálom, vesztenivalónk nincs. És aztán másoltam egy előző évi gyertyának a mintáját, megrajzoltam a sablont, és nagyon-nagyon tetszett, és aztán így éveken át mindig készültek a húsvéti gyertyák. És aztán, amikor megszületett a kislányom, akkor mellette azért nem unatkoztam, de mégis úgy hiányzott valami. És így a barátok, a család támogatására akkor elkezdtem így keresztelőre gyertyát díszíteni, barátoknak, családnak, születésnapra, ajándékban rajzolgattam a mintákat, és akkor így jött az, hogy hát akkor legyen ez a munkám mellett egy ilyen plusz, mert tulajdonképpen kikapcsol, jót tesz, és mégis egy kicsit az enyém. És aztán már elkezdtem a saját mintáimat készíteni, megrajzolni, és most már azok alapján készül mindegyik gyertyára a díszítés. Én azt gondolom, hogy attól személyesek a gyertyáim, hogy nincsen két egyforma minta. Tehát nem készítem el kétszer ugyanazt, hanem aki megrendeli, ővele beszélgetünk mindenféléről, hogy az, akinek készül ez a gyertya, mit szeret, hogy szeret, milyen színeket szeret, milyen stílust szeret, és akkor az alapján én megálmodok egy mintát, amit megrajzolok, és aztán azt elküldöm. És hogyha tetszik a megrendelőnek, akkor utána készítem el. Voltak nagyon megható személyes történetek is, amiket elmeséltek nekem, hogy miért szeretnék az adott gyertyára azt a mintát, amit. És ez pedig megtisztelő, hogy az emberek így a bizalmukba avatnak, és ezt így rám bízzák. Hát ez az én időm, amikor feltöltődöm. Egyrészt, másrészt meg tulajdonképpen ez az én külön órám a Jóistennel is, hogy akkor úgy ráérek egy kicsit elmélkedni, elmondani, végig gondolni magamban. De ilyenkor, amikor alkotok, akkor van lehetőségem sokszor beszélgetni, akár a barátaimmal, akár a családommal, hogy itt az asztalon a telefon mellettem, és aztán beszélgetünk, együtt vagyunk így is. Valahogy közösségben. Valahogy ebben úgy megtaláltam önmagamat is. Tehát, hogy a rajzaim tulajdonképpen életre kelnek, mert valahogy formát öltenek másképpen, mint a papíron. Az egyik barátnőm mondta, hogy olyan ez, mintha viaszból szobrokat készítenék. Bonyhádon nevelkedtem, aztán elkerültem egyetemre, akkor Budapesten éltem, és aztán előtte nyáron, hogy az egyetemet kezdtem, megismerkedtem Lacival, és aztán ugye ő akkor már teológus hallgató volt, és egy nyilván kikerült, és akkor én mentem vele. És aztán amikor ide került Vas megyébe, akkor már házasok voltunk, és akkor én itt dolgoztam nem messze Bobától egy általános iskolában, és aztán jött, hogy Kissomjó.
És aztán ide kerültünk, és tulajdonképpen én nagyon sokáig meg voltam arról győződve, hogy hát Vas megyei édesanyám, hogy azért mégiscsak Vas megye, hogy akkor hát ez milyen jó, hogy azért egy kicsit hazajöttem. És aztán, amikor megszületett a kislányunk, itt volt a nagymamám, és így derült ki, hogy neki az édesanyja szomszéd faluba született egyházashegyén, és aztán a keresztleveléből kiderült, a dédi mamám keresztleveléből, hogy férfi ágon a család evangélikus. És nagyon megható volt, hogy amikor a kislányunkat keresztelte Esperes asszony itt a kisömjői evangélikus templomba, akkor azzal a tudattal voltunk ott, hogy az ő felmenőit is itt keresztelték. Tehát ez egy olyan nagyon, szerintem annyira szép, hogy így tulajdonképpen hazaértem. A bibliaolvasás szeretete is nálunk így indult, vagy az egyházi énekeknek az éneklése, tehát gyerekkorom este így teltek náluk, hogy énekeltünk együtt a nagymamámmal. A templomba járás, az nagypapám vitt minket mindig, ezek így kötődnek, és ezek nem változtak. Illetve ezek a kis apró tárgyaim, amiket így itthon őrizgetek, így emlékeztetnek arra, hogy honnan jövök. Konfirmáció körül azért voltak nekem kérdéseim, és nyilván ez korosztályos, hogy megkérdőjeleztem nagyon sok mindent, de a közösség, tehát a konfirmandus társaim, a gyülekezet, tehát nagyon szerettem. Aztán a nyári táborok, egyházmegyei táborok, ezek mind-mind közelebb vittek igazándiból ahhoz, hogy a hitem az csak erősödni tudott. De azt gondolom, hogy ez egyfajta, nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy ez az én utam. Hogy enélkül én nem vagyok én, hanem nem tudom, hogy ki lennék, hogyha nem így lenne. Nem is tudom elképzelni azt, hogy nincsen ott a hitem a mindennapjaimban. Mai napig emlékszem, a Kréling Dani bácsi az esküvőnk előtt voltunk nála többször beszélgetni, és nagyon aranyos volt, mert beszélt arról, hogy milyen egy házasság, egy keresztény házasság, és hogy mi van akkor, hogyha ez a házaspár, ez egy lelkész és az ő felesége, hogy miben más. És tényleg igaza volt akkor, hogy ez egy nem egyszerű szolgálat. És hogy erre igenis az embernek azért egy picit lélekben is készülni kell, hogy egy másfajta családmodell, hogy egy másfajta életforma, mert tulajdonképpen mindenkinek nyitva van az ajtó. Tehát, hogy ez folyamatos, hogy mások az ünnepek, más egy karácsony este a lelkészéknél. De ez így van jól.